Az Ausztráliai Magyar Pedagógusok Egyesülete most tartja az 5. konferenciáját itt Sydneyben, és 13 iskola képviseletében gyűltünk most itt össze. Ennek a 3 napos konferenciának a témája az a drámapedagógiai és művészeti oktatás a magyar nyelv szolgálatában. Arról fogunk előadásokat hallgatni, hogy milyen különböző művészeti elemeket tudunk bevinni a magyar oktatásban. Az AMPI-nak 10 iskola tagja ebben a pillanatban, és vannak egyéni tagjai is, mint támogató tagok. A célkötözéseink azok egészen magaslatokba járnak, mert a célunk az az, hogy tudjuk segíteni a tanárainkat a szakmai továbbképzésben, tudjuk nekik segíteni abban, hogy hogyan tudják jól menedzselni a magyar iskolákat itt Ausztráliában, illetve képviseljük őket nem csak itt Ausztráliában, az iskolákon kívül állami szinten, hanem Magyarország felé is. Ettől a konferenciától azt várjuk, hogy megerősödjünk abban, amit minden nap teszünk, de nagyon kevés visszajelzést kapunk rá, hogy találkozzunk olyan tanárokkal, akiknek szintén ugyanabba a cipőbe járnak, mint mi, szintén ugyanazokat a nehézségeket, fájdalmakat, küzdelmeket élik meg napról napra, és hogy osztozzunk abban, hogyha valakinek öröme van, tanuljunk egymástól, hogyha valami jól működik, és természetesen a legfontosabb az az, hogy feltöltődjünk egymásból. A mai délelőtt során meghallgathattunk egy előadást a kétnyelvűségről, azt, hogy egy gyereknek a fejében mi történik akkor, amikor 2 vagy 3 nyelven gondolkodik, és ez nagyon sokat segített nekünk abban, hogy hogyan építsük fel, hogy majd megértsük azt, hogy milyen technikai gondolatok, dolgok mennek végbe egy gyerekbe, amikor mi is egy nyelvet próbálunk számukra megtanítani. Hallhattunk előadást arról, hogy a művészetpedagógiát hogyan tudjuk az iskolába bevinni, különböző művészeti alkotások, magyar művészeti alkotásokon keresztül. Ez egy nagyon új és érdekes pedagógiai módszer, amit szintén szeretnénk alkalmazni. A délután folyamán szó lesz arról, hogy hogyan tudjuk motiválni a gyerekeket, és hogyan maradhatnak motiváltak az órán is, és abban is, hogy kitartóan járjanak a magyar iskolába. Holnap pedig a drámapedagógiai lesz a sor, az Egri Pince Színház 2 színésze lesz az előadónk, akik elmondják majd, hogy drámapedagógiai elemeket hogyan tudunk a magyar oktatásba belevinni. Szeretnénk, hogyha a gyerekek élveznék a magyar oktatást a magyar iskolákban, és ennek az egyik eszköze a játék, és a drámapedagógiának különösen fontos eleme, hogy ezt el tudjuk velük érni. A Percy Magyar Iskola egy fantasztikus online programot fejlesztett ki, ami nagyon jól működik az ő iskolájukban. Ennek az évnek az a célja az AMPI-n belül, hogy ezt a programot kiterjesszük a többi iskolákra is, akiknek van kedvük és érdeklődésük ehhez csatlakozni, és legyen egy olyan online egyrészt adatbázisunk, amiből mindannyian tudunk tanulni, másrészt pedig egy olyan online rendszerünk, amiben be tudunk kapcsolni olyan gyerekeket is, akinek nincs lehetősége eljönni a magyar iskolába, mert messzebb lakik, vagy olyan egészségügyi problémái vannak, amivel nem tud eljönni. Tehát tegnapi nap, az első nap, úgymond 0. nap azzal telt, hogy erről az online rendszerről tanultunk, és képeztük azokat az adminisztrátorokat, akik a helyi iskolákban tudják majd kezelni ennek az online rendszernek a lehetőségeit. Itt Ausztráliában a magyar iskoláknak több funkciója is van, természetesen a fő funkciója az, hogy a gyerekeket tanítsák és oktassák, de emellett egy nagyon fontos szerepet töltenek be abban, hogy a helyi közösségeket összetartsák. Ugyanis természetesen a gyerekeket szülők hozzák el, a szülők is társaságra vágynak, ugyanúgy, mint a gyerekek, és az egyik célunk, mivel leginkább közösségi iskola vagyunk, hogy ezt a közösséget építsük, ezt egyedül nem tudjuk, ezt természetesen leginkább a szülők segítségével tudjuk, azért küzdünk és abban bízunk, hogy a magyar iskola az nem csak a tanulóké, nem csak a tanároké, hanem a közösség megtartó erejével fennmaradhat nagyon sokáig. Minden madár társa.